Az egyetemistáknak 3 éve rendez világkupa versenyt a Nemzetközi Erőemelő Szövetség. Az indulásnak 2 feltétele van, egyrészt a hazai szövetség igazolt versenyzőjének, másrészt pedig felső oktatási intézmény hallgatójának kell lennie a résztvevő sportolónak. A nyíregyházi keletereje erőemelője, a plusz 120 kg-os súlycsoportban versenyző Seres Zoltán a Debreceni Egyetem végzős informatikus hallgatójaként lehetett ott a csehországi Pilsenben megrendezett viadalon. Nekem akkor, amikor kiírták ezt a versenyt, még nem volt olyan ambícióm, hogy külföldi világversenyeken induljak. Egész jól szerepeltem az elmúlt 3 évben magyar szinten, de az, hogy konkrétan nemzetközi versenyekre induljak, az nem volt tervben. Hát az, hogy ide eljussak, egy nagyon komoly életszervezési problémát jelentett. Össze kellett hozni nagyon sok dolgot, munkát, egyetemet, és utána jött ez az edzés. Kicsit ez most előtérbe került el a fél évben. Hogy milyen reményekkel indultam, hát ez konkrétan attól függ, hogy milyen indulókkal kellett volna szembeszállnom. Nem néztem azt, hogy milyen érmeket fogok hazahozni, hogy milyen színű lesz az az érem, ami a nyakamba kerül. Inkább azt, hogy magamhoz képest én nagyon jó összetettet össze tudjak hozni, és egy jó fejlődést, egy olyan fejlődést tudjak elérni fél éven belül, ami tényleg világszintű, és nem csak a magyar színekben mutat jól. Az élet első nemzetközi versenyén induló 22 éves sportoló mind a 4 aranyérmet megszerezte Csehországban. Szimcsina Mihály tanítványa eredményével 3 junior és 2 felnőtt országos csúcsot is felállított. Guggolás, fekvenyomás, felhúzás, és ugye összetettben is meglett az aranyérem. Szám szerint ez, mármint a számok szerint, hogy ez hogy jött össze, 292 kilós guggolás, egy 215 kilós fekvenyomás és 315 kilós felhúzás jelentette így a 822 feles összetettet. 9 érvényes gyakorlat helyett csak 8 sikerült. Az utolsó felhúzásra az edzői tanácsot egy kicsit úgy, hát nem is azt mondom, hogy elnézve, de mindenféleképpen szerettem volna egy magyar csúcsot még felhúzásban is, ezért a javasolt 322 fél helyett 332-re kértem, ami itt körülbelül térdél akadhatott meg, tehát valahol itt. Az nem jött fel, de 9-ből 8 érvényes gyakorlattal zártam ezt a versenyt, és így lett az elmondott 822-es féleremény. A Debreceni Egyetem 6 fős csapatában Seres Zoltánon kívül Kulcsár Dávid, Nagy Balázs és Baranyi Hajnalka a Kelet Ereje Erőemelő Egyesületet, Veres Ádám és Guti János a Mérk Kinizsi színeit képviselte. Kulcsár 2 arannyal és egy bronzéremmel, Veres pedig 2 ezüsttel és egy bronzzal zárta a világkupát. A csapatversenyben a Debreceni Egyetem a 2. helyen végzett.